Sziasztok, Zó vagyok, és üdvözlök titeket újra itt a Project Ozone 3 Botpack végjátszás következő részében. De hosszú, este van, jó megfigyelők vagyunk. Rengeteg dolgot változtattam most az előző részot, igazából csak fejlesztettem a meglévő dolgokat, de hol is kezdjem. Ugye előző rész végén ugye elkészültek a napelemek, most csináltam még egyet, ugye kettő volt nekünk, egyet ide betettem, ez a belső gépeket látja el, majd mindjárt megnézzük. És hogy látjátok, most este van, és nem termel, de így is akkora puffer van, például ez az EMI rendszert látja el, és hát alig. Már jön fel a nap, már 9%, hoppá. Tehát egy egész éjszak alatt alig merült. Itt van ez is 2 milliót vesztett, sőt egyet, és már jön fel a nap. Ugye ez ellátja az itteni rendszert. Na most itt még annyi változás történt, hogy itt van egy HV wire konnektor, tehát ezt átalakítottam ilyen erősebb mi ez macaggá vezették ki, és akkor le kellett cserélnem a riléket is, meg minden, meg még ilyen transformert is be kellett tennem ahhoz, hogy vissza tudjam állítani őket ilyen normál, amire a gépek is el tudják fogadni, vagy hát lehet, hogy ezt is el tudnák fogadni, hát most már nem nézem meg, de szóval ez nem kis meló volt, és szerintem, hát nem tudom, nem ér olyan sokat, de mindegy, most ilyen lesz. Igen, ugye ezek rá voltak kötve múltkor is, viszont bekötöttem ezek a... Ja igen, most már ezek ilyen izolált kábelek, tehát ha belemegyek, se vág meg, viszont ez a nagy kábel, az ott, az nem az. Abban nem volt, tehát ez simán ki tud nyírni, várjál. Nézzétek, csak így átmegyek. Opa, most nem csapott meg. Megszokott néha, és akkor így lemegy majdnem minden szívem. Nem ugrok bele, mert hátra meghalok. Szóval az durvább. Na, ott van ez a zöld kábel. Az bemegy ide. Nem is, bocsánat, ide megy be. A slavery be, mert hogy ez ott foglalt. És ide megy be. És így most már nem kell kézzel cipelgetnem, amit itt összegyűjt. Ezt mindenhol megcsináltam. Sőt, még itt is megcsináltam, ez a zöld itt kijön, és három helyre megy, és mind a háromnál, várjál, megpróbálom így elkapni, várjál, mi is a hover, azt hiszem az L, aha. Szóval mind a háromnál úgy van beállítva, hogy csak Reston szignálra nyomja be, és azért van így fölött ez a kapcsoló, és kikapcsolom a hovert, és átnyomja ide, na most ennek... Úgy szoktam, hogy felkapcsolom mind a hármat, akkor mindegyikben nyomja folyamatosan. Ja, mindegyikben van ilyen gyorsító is. Azért, várjál, hover. Jó, de nagyon jó ez a hover. Igen, van benne ilyen 10 darab gyorsító, meg egy szűrő, hogy nehogy a tömörítetteket is átvigye. Ezeket kikapcsoltam, ami itt vannak alatt a ilyen generátorok, mert kíváncsi voltam, hogy ez ellátja, de teljesen jól ellátja, bőven ellátja. Ez az EMI rendszer, ez még előző rész erőt került be. Ugye őnél még nem kötöttem rá az új energiát, de az igazából nem is használom olyan sűrűn. Őt kötöttem még össze, tehát hogy ő is most már átviszi automatikusan ide. Ja, meg hát egy kis apróság, tehát betettem még hátra ide kettőt, aztán elfelejtettem bekapcsolni. Tök jó, akkor így nem sokat ér, mert hogy némi dologból tényleg nagyon sok van, most pont nem dolgozik. Ja, és a lávát is bekötöttem. Tehát annyi trükköt csináltam, hogy lejjebb vittem ezt a lávatárolót, és látjátok, ez a konduitnak ez nagy előnye, hogy így egyszerre egy blokkon kettőt is lehet vinni, tehát itt megy a extraktolja szépen a nyersanyagot, és itt beviszi ide, amit van ez a nyersanyagtároló, és mellette onnan meg kiszívja a lávát, és beteszi ide. Na, milyen jó, hogy van jetpackem, ki tudok jönni. Szóval így eseket töltögetni. Szóval ilyen kényelmi szempontok voltak most soron. A kintit is így diszítgettem, ide nézzetek. Tehát így, nem tudom, egy ilyen fás formára próbáltam hozni. Hát nem tudom, mennyire sikerült. A lényeg, hogy most már több van belőle. Próbáltam design szem előtt tartani, hát ilyen lett.
Szerintem nem is el rossz. És annyi, hogy ezekből a processzorokból most csináltam négyet, és így szépen szétszórtam körülöttük. Ezt így említettem is, hogy ez a tervem, hogy így legyen, ja, megkapott egy kerítést. Ezt itt nem most már meg kéne szüntetni, de majd egyszer megszüntetem. Jó, ennyi. Ugye, mivel ez teljesen jól eljátja az EMI rendszert, ezt is kikötöttem, igazából el tudjuk vinni majd máshova. Mit más nem történt? Hát itt még mindig nincsen ilyen kollektor, ami összegyűjteni ezeket helyettem, de majd egyszer ez is meg lesz. Ja, aztán még amit nem mondtam, vagy hát most mondok, ugye behoztam gépeket. Eldőlt a mikrofonom. Szóval behoztam gépeket, ezek kim voltak, ugye ez a két töltő, emlékeztek, Energetic Infuser és Energizer, illetve ez a Ripper, erre skintről behoztam, ez itt volt, rákötöttem ezt a izét, energiát, de ez nem tud fogadni, kellene egy update, ami után tudna energiét fogyasztani, viszont a modpackből ki van kapcsolva, nem tudom miért, tehát ez itt felesleges. Ezt elkezdtem egy kicsit tesztelni, ugye itt az előző rész végén is volt ez a probléma, ami még most is feláll, hogy viszonylag sok üveg kell ahhoz, hogy csináljunk ilyen napelemeket, és ez csak egyre rosszabb lesz, ezért elkezdtem tesztelni két ilyen égetőt, hát elhagyjuk a vanillásokat, lassan ideje lesz. Az egyik az ez a Actually Edition-ös, ennek az az előnye, hogy kettőt is tud. És így, hát így kétszeres sebesség. És tárolni is kettőt tud, tehát így ilyen szempontból mondjuk úgy helytakarékos. A másik ez a Reston Furnace, ami mint egy kicsit lassabb lenne, mint nem gyorsabb, de mivel ez kettőt csinál, ez egy kicsit lassabb. Viszont még nincs upgrade-elve, ugye még 40-es van, és ezeket a ez melyik mod is, Thermal Foundation, valami ilyesmi, ugye? Aha, Thermal Expansion. És ugye ezekre vannak ilyen kitek, ami Hardened és Reinforced, hát csináltam rájuk izét, programot, igazából ez csak Invar, Redstone, Bronze, ez meg Electrum, tehát nem olyan vészesek a szignálum, most nem tudjuk megcsinálni, mert nincsen kriotérium akármi. Hát annyi, hogy ugye egyszerre nem lehet a kettest alkalmazni, előbb az egyest kell, aztán a kettest, és akkor lesz ilyen kettő darab, úgymond plusz slot, és a furnace-nél itt vannak, hogy milyen augmentumokat lehet tenni, tehát lehet olyat, ami valami kaját főz, ez olyan, hogy több outputot ad, másodlagost, ez meg pyrolízis és crashot productiont is engedélyez, hát egyik sem olyan fontos, viszont van egy általános, amire program is van, ez a sima gyorsító. Tehát ez is elég egyszerű, csak egy kis gold, ilyen restoros goldos valami, és kész is van. És ebből ugye, mivel a második szinten van, ezért kettőt bele tudunk tenni. Hú, eléggé megint besötétedett. Tik-tik. És innentől kezdve elméletileg, ja, most 30-at csinált meg kétszer, ez meg kész a 64-et. Tehát így most már hiába fogyasztunk többet, az nem érdekes, de gyorsabb. Szóval valószínűleg ez lesz hosszú távon. Vagy hát még a szagmét is majd megnézzük, ja nem, ezt a furnace-t is megnézzük, hogy milyen kapacitorok vannak, mert ez is lehet egy jó opció, mert úgy láttam, hogy itt most nem csak ez van, hanem vannak ilyen még durvább kapacitorok. De ezt nem tudom, hogy bele lehet-e tenni, vagy nincs ebben a könyvben valami, hogy milyen kapacitor... várja, lehet, hogy ezt a gépet kéne megcsinálni, mi kell hozzá? Nem lehetetlen. Na hát akkor meg fogjuk nézni, de nem most. A másik ugye, amit előző részben csináltam, ez a flux kapacitor, ez 9 millió RF-et tudunk tárolni, így a jetpacket tudom használni folyamatosan, és azt nézem, hogy ez az Energetic Infuser, ez baromi lassú infuser, most nem is látjuk, hogy 753-ról milyen lassan, 754, viszont ez is upgrade-elhető, tehát ebbe is bele tudunk tenni. Ja, várja, nem, ebben valami más miért kell, azt hiszem ő az, energiacsis, tehát hogy elméletileg gyorsabb lesz,
De várjál, ehhez meg silver plate kell, ami nincs. Mindegy, ezt a redstone coil-t ezt megcsinálom, mert akkor ezt most kézzel fogjuk, electrum gear is van, oké, és akkor ez meg silver plate, hát az a legkevesebben fogunk egy kis silvert. Ja, a copper plate-et amúgy is csináltam ugye a kinti vezetékekhez, meg a bentiekhez is, és ez szépen nekünk össze kompaktálja, ugye ez is fel van upgrade-elve már kettesre, ezért elég gyors. Régebben itt ütögettem kalapáccsal, de azért ez mégiscsak kényelmesebb, nem is kell több. Hát először csak egyet csinálok, mert aztán lehet, hogy nem működik, és akkor meg hiába csináltam. Nézzük. Ja, előbb upgrade-elni kell, elnézést, kitet csinálunk, kettőt, ezt mivel bele van programozva már pretty easy. Hardened klassza vagyok, ugye most problémáim, szóval bajban. Ez egy lead obsidian dust, meg mi volt? Pyrotium dust, igen, az kell bele, és nehéz csinálni. Na most itt van egy, nekem kettő kell, most ki is fog írni, hogy pyrotium hiányzik, hogy is volt az? Ez, amit lehet craftolni, hát akkor ezt is leprogramozzuk, hogy össze tudja craftolni legközelebb. Pak, ide betesszük, akár ez alá, jó. És nem tudom, craftolunk is belőle egy tizet. Jó, amíg csinálja, akkor vissza, hogy ez milyen augmentum volt, amit akarunk, ez a specialization, recharge, ez mi az a másik? Ja nem, ez kell, allow rapid wireless recharging. A flux, jó, csak a flux kapacitort engedi. Ó, ez meg bármit, ja jó, akkor nézzük a, nézzük a bármit. Ja, hogy ezt megcsináltam, na, a kit kell. Kit, hát engem, ó, miért nincs Arden, ó, jó van, ezt egy kicsit átprogramozzuk, mert valahogy nem jó, hát ilyen van sajnos néha. Egyszerűen csak ide be kell rakni, és akkor visszaszedi, és ezt kiveszem, mert hogy a copper tette bele, és nem hajlandó rájönni, hogy hiába van ez bekapcsolva, hogy a Orediction alapján meg kéne találnia, hogy van nekünk sima hardened glassunk is. Ja, várjál, azért mert ez át van állítva, hogy mit látom, szóval, hogy őt használja. Jó, eltároljuk, felülírjuk, és akkor elméletileg jónak kéne lennie. Most csinálok párat, aha, most már ott tudja craftolni is, szuper. Jó, de igazából nekem csak egy kell. Na nézzük, charge-olót, upgrade, betettem. Jó, na hát 34, aha, nőtt, na akkor még egy ilyet. Beteszem a következőt, unable to install. Érdekes, ebből csak egyet lehet, jó van. Akkor csináltunk egyet, semmiért, viszont van egy ilyen, ami szerintem ez elméletileg mindegyikben jó. Tehát akkor berakjuk ezt, na, aha, jó. Úgy láttam, hogy most viszont tényleg már, hogy milyen gyorsan tudja fogadni innen az energiát, aha, tehát ez merül, ahogy kell, viszont ez nem töltődik, tehát ó, 18 kilo RF. Tehát ez most már baromi gyors, viszont az nem. Tehát egyelőre beírjuk ezzel, mert hogy ezt a kábeleket kicserélni, ez nem lenne egyszerű. Vagy hozok egy ilyen konduitot, de azzal meg ebben ez a jó, hogy ez ilyen viszonylag szépen, szép, hát ja. Tehát viszonylag stílusosan meg lehet csinálni a kábelezést, viszont most a konduit egy körbeást, mindent meg a fal mellett felvezegetni, azt nem olyan jó. Ebből lehetne egy ilyen vastagabbat, csak akkor még ilyen transformátor kellene mindenhova, hogy a többiek tudjanak menni. Ezt majd meg fogom oldani, lehet, hogy ide kiteszem. Mert na mondjuk azt megnézhetjük, hogy ez ugye, aha, tehát hello, tehát hogy ez alá, betehetem, megnézhetjük, na nézzük meg. De szerintem nem lehet HV kábelhez tenni eszközt. Hát le kell kapcsolni, hogy kiadja, hogyha végzett, szépen átette a szomszédba. Tehát innen kellett kivennem, hogy mégis nem olyan nagy baj, de nem szeretnék ilyeneket, meglepetéseket úgymond. Jó, akkor kell nekünk egy wire, egy ilyen,
egy SSPC erős, meg egy wire konnektor. Ja. Ezzel magasabban van. Letesszük ide. Akkor nem is lehet rátenni. Tehát ez csak arra van, hogy ilyen nagy erősséget tovább vigyünk. Hát MV-t rá lehet tenni. Olyat meg nem csináltam. De csinálunk párat, azon nem újjaik. MV wire konnektor. Viszont az meg a transformer nem jó. Nem baj, most megnézem, hogy rá tudom egyáltalán tenni. Tehát ezt se tudom rátenni. Sajnos. Hát akkor ez a HV meg MV-szel csak arra jó, hogy a pontok között továbbíts, aztán marad ez a kis vékony a kábel a végén, hogy a gépekhez eljusson. Hát jó, ez ilyen. Akkor most ilyen lesz egy ideig. Aztán majd megoldjuk. De bár itt rá tudtam tenni. Mi van? Miért tudtam rátenni, kim meg nem? Sőt, a HV wire-t is rá tudom tenni. Na jó, van ám. Várjál, de most mit csináltam itt rosszul? Mert messziről próbáltam, vagy... Ja, ó, itt van, gyerekeim, Istenem. Ott volt az fákja. Jó, HV wire. Ó, működik, oké. Okay. Van egy kábelem. De, oda. Ó, oké, okay. Szuper. Nem fog felrobbanni? Most nem tudjuk, milyen gyorsan tölt. Várj, egy kicsit fogyasztok. Hát most rossz az idő, nem túl szép a látvány, de... Kicsit... Megyünk. Várj, azt hiszem, hogy lehet. Várj, bekapcsolom a hovert, így né. De gyorsabban, ez nem tud túl gyorsan. Ó, itt vannak még a szomszédaink is. Azok a furcsa állatok itt ben. És na, hogy futok a levegőben, nézzétek, futok. Hoppá, most mentem bele a HV kábelbe. De várj, miért kapcsolt le ez? Hogy lekapcsolt? Most csak elhallgatod, de előbb lekapcsolt. Ezt nem tudja elég gyorsan letetni. Aha. Tehát akkor ez így néha leesünk. Pacs. Na, azért 7-re, tehát 2 misi hiányzik. Na most hogy töltött fel? Oké. Ez már sebesség. Szeretem. És mindjárt megnézzük, hogy ez mennyire fogy. Hát ez a 32 millió, ez pretty nagyon sok, és főleg, hogy most még levegő, tehát fény is van. Jó van. Oké. Okay. Akkor a töltő, ez meg van oldva egyelőre. Viszont üveg kell nekem, meg akarok ilyen factory blokkot, ahhoz meg stone. Tehát stone nagy mennyiségben és üveg. És azon gondolkoztam, hogy itt van nekünk ez a jó megoldás. Miért ne ezt gondolhatnánk tovább? Elméletileg ez tud mind a kettőt. Úgy hívják, hogy Material Stonework Factory, tehát ebből kell még kettőt csinálni. Most elment a jetpackem hangja, de hát ezt már megszoktuk. 2 kraftolóasztal, 2 iron pickaxe, 1-2 pink slime. Ja, igen, erre emlékszem, pink slime. Jó, azt mindjárt hozunk. És vödör, bocket, jó, 1-2, mert hogy csak víz kell, meg láva, ezeket visszarakom. Ugye láva is sok van, meg itt benn is, itt akár ebből is tudok 2 vizet kiszedni. És viszek még 2 bucketet. Ó, persze, gyere belém. Szóval 2 bucket, kisütött a nap, de jó, aztán hozunk egy kis pink slime, bár azt hiszem van ám itt is. Ja igen, azt megcsináltam, hogy ide tettem egy kulinári generátort, ugye néhány felszabadult, és akkor itt telenyomtam almával, nesze. Kisütöttem 1 milliárdot, aztán hadd menjen. Jó, hozok pink slime-ot. Azért ránézek, mielőtt elmegyek, hogy itt mi a helyzet. Fluid conduit, jaj, itt múltkor dolgoztam, ára ez nem az enyém. Jó, bírja még. Itt volt a slime farmom, de hát ez itt nem volt olyan jó ötlet, mert hogy nem mindig ad bogyót, tehát pink slime golyót, de lehet, hogy nem így kellett volna. Na mindegy, megvárjuk, még átalakul. És nem lehet ezt más valami géppel megcsinálni, pink slime, nem,
csak írja, hogy ilyen fluidot kell letenni, és akkor előbb-utóbb átalakul. De mi van, hogyha csak valahogy így teszem le? Aha. Tehát a forrás alakult át, jól, semmi gond. És másik nem akar. Na gyere. Egy, kettő, oké, egy megvan. Na hát a mindenedet nem akar átalakulni. Haló, haló. Hát, újra lerakom. Hát, ha. Ja, lerakom a hovert. Ugyanez lesz a setup, tehát, hogy akkor kell még egy-kettő ilyen compacting drawer is. Na, hát ez legalább van. Ez pont kettő kell. Ja, csak az olyan, ez a drawer, hogy lerakni nem olyan könnyű. Tehát, ha azt akarom, hogy arra nézzen, akkor kell mögé tenni egy-egy támaszt. Így, egy, kettő. Jó, lekezd meg, kikapcsolunk, mert nem kell lesz. Téged meg leszedünk. Közben figyelni kell a slime-ja is, mert aztán elugrál. Hoppá, meg is jött, gyere. Pont amikor jöttünk. És nem dobsz rá. Ó, imádlak. Na jó, hozunk akkor slime-ot. De nekünk amúgy itt is van. Hát ja, nézzük csak meg. Szerintem én már hoztam egy vödörrel. Ott van a lista. Itt van. Jó. Egy kicsivel professzionálisabban oldjuk meg. Hát nem, nem sokkal, de kicsit úgy néz ki. Na szóval itt lesz a slime keltető. Kipróbáljuk, hogy mi van, hogyha leteszek négyet egymás mellé, hogy abból ilyen nagy slime lesz esetleg. Ja, de várja. Ja, itt teszek, úgy teszek le négyet, hogy itt lesz. Ha jönnek. Na, van most már slime dögivel. Jó van. Akkor elkezdhetjük csapkodni. Ezt majd még visszanézünk, de ennyi most bőven elég lesz. Még szívet is kaptam. De jó. Na nagyjából mindegyik megvan, még ilyen legendary lootbacket is kaptam, meg egy ilyen nem legendary-t. Soulwire Shulker. Amúgy ez nem is hülyeség. Na már nézzük a másikat. Glowing Motor. És Conduit Probe. Na hát akkor még egy kis szemét jött be, jó van. A Shulker mondjuk. Oké. Okay. Jó. Na mit akartam? Milyen faktorit? Na ilyen material stonework faktorit, de kettőt akartam. Na ne, hogy elfogyott ez a frame. Aha. Jó, meg a víz is elfogyott volna. Hát az hogy lehet? Hát beraktam. Itt van. De fura. Miért nem vette észre, hogy ott van, de mindegy. A lényeg, hogy megvan. Akkor ezt már le tudom tenni, hogy egy ide, egy meg ide, ezt kitől kikapcsoljuk. Bekötünk két-háromot, amihez kell nekünk konnektor, méghozzá a legkisebbből kettő, illetve kell wire, valahogy remélem van, mert csomót csináltam. Itt van, nekünk ilyen izolált kell most. Ezek nem fogyasztanak olyan sok energiát, legalábbis nem ahhoz képest, amennyit ezek. Ezt meg hogy csináltam? Észre se vettem. Jó, oké, kábel egyik. Oda, másik. Oda. Jó. Ezt itt fölül egyelőre. Nem kapcsoljuk ki, mert még lehet, hogy kellhet. Úgyis úgy van beállítva, hogy sosem aktív. Jó. Szóval akkor fel kell programozni, hogy mit csinálnak a cobblestone-nal. Először is leállítjuk. Csak azért, hogy nehogy itt beleszemeteljen. Tehát először is akarunk üveget, azaz, hogy először ugye átalakítja a kábült szendé, majd kisüti. Igaz? Nézzük csak. Ja nem, mert ez még csak gravel, bocsánat, akkor utána süti ki. Ott az üveg. Szuper. A másik az meg, ez meg csak simán kisüti. Mert hogy ebben meg stone-t akarunk. Jó, eddig jó. És akkor kell egy ilyen transfer push up valami, amitől felfele fogja kinyomni, fel push up-olja, push down, de nekünk push up kell. Mindegy, itt szerintem a push, ja, meg push up and down. Ja, az a lényeg, mi minden hiányzik. Plastic, dry rubber, az, ja nem, azt már itt betettem, tehát elméletileg rengeteg dry rubberömnek kell lennie, így van. És hogy is volt, hogy abból kell csinálni egy ilyet, ugye? Ja. És ezt meg kiégett. Hoppá!
az olyan volt, mint elfőtt volna az energia. De azért az már ne csináljon ilyet, hát na mindegy, innen nem láttam. Szóval, hol van a gyors égetünk? Figyeld, gyerünk. Pak, ó, de jó. Most magenta kell nekem, de valamit már ki kéne találni, hogy hogyan csinálnék magentát. Mert ezt tudom, hogy ez mindig itt szívás, hogy hát tudja kraftolni. Vár, ó, dye essence. Terve van, hogy én javítok. Ó, ilyenek még lehetnek. Ajaj, így jó. Szóval terve van, hogy csinálni kellene valami ilyen eszenciákat. Már mindjárt visszatérek rá. Csak akkor ezt a két push... Mi? Még csak egy. Még egyet akarok. A chest is elfogyott. Minden most ürül ki. Pedig általában mindent agyon kraftolok, hogy ne legyen ilyen. Jó, ez se kell, az a szív, meg pláne nem kell. Szóval így van, hogy most ez push up, push, várjál, push south, ja, csak nem írja ki, egyesen meg kell nézni, push west, push east, ja, ugye, értem, hogy az izéből kéne néznem a kinézetből, és push up, jó, tehát push up, ez hogy kerülnek ide ezek? Szóval valaki mondja már meg nekem. Mi? Na mindegy. Ne akarjunk mindent megérteni. Jó, push up, és a kabült nyomja be. Ó, hogy ez a, azért, mert hogy itt a sárgát ki kell kapcsolni, igaz? És a kéket nyomja, ne azt. Na, akkor most kiszedünk. Aha, most már jó. Most már jó. Az üvegnél lesz megakadályozandó. Mindent lekapcsolunk. Ez se nyomja sem erre, az se nyomja sem erre. Érdekes. Hát végül is jó, oké, érthető. Szóval ennél maradhat, és betesszük, akkor elméletileg, na, pusztán, bocsánat, ezt még egyszer, hogy át kell állítani, és most jó lesz. Hát ez olyanból nem jó, hogy nem ilyen kompaktort kellett volna tenni, mert ugye ez akkor jó, hogyha össze tudja kraftolni valamivé, mondjuk ez a kompresztón, ez baromi jó, de itt nem. Na, akkor nézzünk egy sima storage-ot. Sima basic drawert. Hát megteszünk bele egy-két upgrade-et, bár ez nem olyan gyors, de ez meg a hátuljához úgyis kell, ezt itt kiütjük. Jó, itt igen, itt minden üveg lesz, de nem zavar minket. Ezt betesszük. Pük, feltöltjük, és kap egy-kettő ilyet. Na, mondjuk ennyi elég. Ez a clothing butter, ezt mi meg lehet inni? Hoppa, eldobta. Az igen. Na és mivel ezek összeköttetésben vannak, ugye, és ez már EMI rendszerben van, ezért semmi más dolgom nincs. Ha megnézem a glasszokat, akkor elméletek ott szépen növekszik. Szuper! És a stone is szépen növekszik. Ugye, hát ez nem olyan gyors, tehát biztos, hogyha elkezdenék égetni homokot, akkor az még gyorsabb lenne. Ez úgy tudom, hogy nincs, van. Van egy speed upgrade, várja, nézzük csak meg. Ugye van adult filter, azt gondolom, hogy ilyen állattenyésztés, aztán ilyen távolságnövelő, azt ugye használjuk is a mob farmon, energy field add-on, leaf sharing, ez ugye leszedi a faleveleket, item stack, ezt használjuk, fluid transfer, hanem ez csak képességeket növel, tehát nincs olyan ebben a módban, amitől gyorsabb lesz. Vagy legalábbis én nem látok itt most olyat. Másik probléma, amit látok, hogy ez itt miért üres, nem ez a probléma. Az a probléma, hogy én szeretnék bricket csinálni. Tehát itt egy ilyen kis házikót, vagy egy gyárat építeni, ahova beteszem a gépeket, mert kellene egy-két, tehát hogy most a gépek nem automatizáltak, de kellene egy-kettő gép, ami nagyon gyorsan süt, nagyon gyorsan darál, meg ilyenek. És ehhez nekem majd brick kell, mert hogy ez úgy jól néz ki. A brickhez meg clay kell. A clay-t viszont nem tudunk olyan gyorsan csinálni, tehát ugye van ez a módszer, hogy betesszük a vizet, meg nem is tudom, hol van, baromi hosszú. Most ilyenünk, slagunk nincs, hát lehetne valamennyit szedni, ugye bányászni szoktam, de én nem akarok most állandóan kléjeket keresni,
És ami nekem a legjobban tetszett, várjál, hol is volt? Lehet, hogy itt volt, csak elhagytam. Aha, ő. Tehát elnéz 24 klét csinál, Dirt Essence meg Water Essence. Tehát miért ne csinálnánk ilyeneket? A Water, vagy a Dirt Essence Seed, az nem olyan vészes, mert tír egy crafting, meg ilyen egyes szintű Inferium Essence meg Dirt, tehát nagyon olcsó. A Water Essence az is gyakorlatilag csak víz. És ugye 137 ezer ilyenünk van. Várjál, csináltam tier 1-es kraftoló mag receptet, aha, tehát én ezt kiveszem, akkor ott kell lennie, tehát ilyenből is tudok csinálni bármennyit, ugye ez annyi, hogy ilyen sima mag, meg ilyen imp, akármi a neve, meg ez a sima essence, tehát az a craft egy seed, az nem vészes. Ja, lehet, hogy még csinálok azért még párat, mert legyen több. Ugye dörtünk az még van, azért nem olyan sok, tehát mondjuk egy 15 dört magot nyugodtan csinálhatok. A másik az meg a Water Essence, ahhoz meg víz kell, de jó, mennyi vizet kell hoznom, de akkor fogjunk néhány bucketet, és akkor irány a vizet. Ami még egy bucket. Azt mondtam, hogy ezeket is bekötöttem, nem tudom. Mondtam, mert tehát most már ők is ide termelnek, de hát baromi sok almánk van. Jó sokat kifőztem, hoppá, ez lejárt. Na, akkor legalább megmutatom, hogy szoktam feltölteni, mert ugye azt akarom, hogy minden daráljon, ne csak egyfélét, mert hogy valami, hát a legjobb ez a dört, de például a gyémánt az meg ebben van. Szóval bekapcsolom mind a hármat, és akkor így szépen pepitába feltölti. Ezt nem jó, ha így hagyom, mert nézzetek, mindig az elsőt feltölti, tehát folyamatosan szendet nyomna bele, ezért megvárom, míg feltölt, és utána lekapcsolom. Vagy hát egy kicsit hagyom, aztán jó lesz. Aztán le is kapcsolom, gondolom, hogy most már pont jó, mert közben még vizér is mentem, így van, és akkor most szépen pepitába elkezdi letarálni őket, vagy hát folytatja, amit elkezdett. Hát mire ezek a water magok meglesznek, ugye kettő van csak meg, hát egyesével ez egy kis időigényes. Na és ha megvannak, akkor itt van két telep, ami nincs, hoppa. Ja, hogy ez nem izolált, ja, vagy izolált, na mindegy. Tehát akkor őket szépen elkezdem kihasználni, akkor csinálják a dolgukat. Ez gyorsan ki fog nőni, viszont nincs helyük még ott. És mivel még nincs ott helyük, ezért innen nem is tudja elvinni a gép. Úgy néz, mintha dört egy kicsit gyorsabb lenne, de nem érdekes. Ugye azt hiszem ez a gardener szépen, hogyha magot talál, majd szépen vissza is ülteti. Tehát előbb-utóbb szépen beülteti az egészet. Nagyon ügyes kis szerkezet. Most kérdés, hogy ezt érdemes izélni, kompaktálni. Hát nem tudom, hogy annyira intelligens, hogy felismeri és összekraftolja, de lehet, hogy jobb nem is lenne jó, hogyha azt tenni. Szóval akkor itt szépen elkezdtünk. Ide az Water Essence-t, ide meg a Dirt Essence-t. Nem mindenki kap két upgrade-et. Most átálltam az Emeraldosra, hát mondjuk többbe kerül, de ugye mindegyik más, hoppá, üveg, itt üveg, hogy került oda üveg, azt én nem tudom, viszont le kell zárni, mert ott mindenféle szemét bekerül, de ez kell egy kulcs, de hogy, elméletileg itt, de semmi nincs, lehet, hogy valami beszívta magába, aztán oda berakta, na mindegy, ezért kell figyelni. Hoppá, beugrott egy-két mag. Hát, hogy nem figyel az ember. Ezért kell lezárni mindent, ez valahogy út maradt. Oké. Jó, le van zárva, az összes többi le van, ugye. Viszont ez azt jelenti, hogy a magok azok beteltek. Aha, ő az, ja. Egy gyors megoldásnak kicseréljük a vas upgrade-eket. Gyorsan. Így, egy-kettő. Jó, most már beférnek, sifflőn, aha, tehát őket kivesszük, arrébb teszem, hát ezek sokkal erősebbek, nézd, ez most már a limit az 400,
ja nem 2000, és eddig meg csak 300 volt, hogy valami ilyesmi. Jaj, én upgrade-et még craftolunk párat. Amúgy egyszerű, tehát egy ilyen basic drawer, néhány stick, amiből végtelen van, és egy-két emerált, hát 20, most így ez a 10-hez. Tehát nem olyan mészes, csak valami sok kell belőle. Az a, úgymond, szívás. Jó, már minek gyűjtök én magot igazából, nem tudom. De jobb lenne egy void. Voidat azt ide leraktam, ez meg annyi, hogy obszidián van benne, meg ugyanez a néhány stick, szóval csak egy kis fa. És például az ilyenkor jó, mert az azt csinálja, hogy ó, miért még nem is csináltam mi, csak a programot. Szóval, hogy így, hogyha eléri a limitet, akkor ugyanúgy feldolgozza. Csak éppen ő is betelt mi. Behát 384. Csak éppen beteszi a voidba, tehát nem itt fog a izébe elakadni valahol a rendszerbe. Ez is kap egy voidot, de igazából ez azt jelenti, hogy itt már fölösleges annyi búzát termelni, mert fölösleges. Nézzük közben, hogy halad. Nem nagyon forgatta meg a magokat, pedig nincsenek benne. Ja, ennek nem menjünk neki. Ja, nincsen benne mag, tehát azt jelenti, hogy visszarakja. Hát, vigyáznom kell. Szóval annyi alszok egyet, akkor felgyorsul. Csak itt az EMI rendszerből megcsinálnak egy ilyen programot a Clay-re, hogy tük, és ez a, hol volt itt a végén volt, azt hiszem itt. Jó, ez kell, mert most akkor rengeteg Clay-ünk lesz, amennyit nem szégyelünk, ugye, mert hogyha most megnézzük ezekből az essence-ekből, már van 26, meg 38, tehát már tudnánk, mennyi Clay-t tudnánk gyártani, mindjárt megkérdezzük, ja nem ez a craft table Clay 1000, de majdnem, hogy 1000-et tudnánk csinálni. Jó, ez durva. 400, egy hiányzik, hogy 400 Clay-t megcsináljunk. És most kezdtük gyártani. Na, tehát jóformán mindjárt lesz végtelen Clay-ünk. És az előző részben ugye befejeztük a solar panelt, de nem végeztünk, csak vagy mondjuk úgy félbehagytuk. Mert itt a 7-es, hoppá, ja, ezt nem is láttam, látjátok, hogy Dragon Breath kell hozzá. A szívás, meg Blaze Rod. Ugye Blaze Rodot tudunk Blaze Powderből csinálni, tehát mennyi Blaze Powderünk van? Blaze 1005, hát nem olyan sok. Na mai napon még belefér két projekt. Nem kettő, pontosabban a kettőből egyik, csak megnézem, hogy ez hogy áll. Semmit nem csinál. Jó, nézzük meg, hogy mi lenne a következő. Hát ugye ez még egy kicsit nem olyan jó. Ezek chunkokból, hát iron már megint annyi iron van, mint a rosszabb. De legyen nickel most. Beledobáljuk a kosárba, aztán csinált, csak jó. Szóval, ugye mint mondtam, hogy akarok majd oda egy faktorit csinálni, és ahhoz, ja igen, egy, nem is a faktorival kapcsolatos, amit akartam, hanem azt szerettem volna, hogy egy új nyersanyag, mindjárt kinyögöm, nyersanyag kell, és ahhoz kétféle megoldást találtam. Egyik egy szív, ez hasonló másik szív, ez az autószív, ez annyiszor láttam már, hogy ezt meg akarom csinálni, csak ez fogalmam nincs, mi ez a mód, tehát most így együtt kiterítjük. Szóval kell egy machine controller, nem nézek utána, most megpróbálom, aztán lehet, hogy most kényszenvedés lesz, nem érdekel, modulár, tehát ez az a projekt, ugye? Az a kérdés, hogy őt hogy tudjuk megcsinálni. Sok módban szokott lenni valami leírás, valami könyv, amit le lehet craftolni. Hát itt nem látok. Van ez a Construction Selection Tool, de azt se tudom megcsinálni. Van ilyen modulárium, ami kobalt. Újjújjúj! Kobalt. Ugye abból nincs sok. Machine Controller. Lehet, hogy mégiscsak utána kell néznem, hogy kell csinálni, mert ez leírja, hogy kell, én azt elhiszem, de
de miért nem csinálunk egy machine controllert, melyik a machine controller, ez a machine controller, jó, csinálunk egy ilyet, aztán majd meglátjuk. Machine chasing, hoppá, ezt se tudom megcsinálni, mi ez a spécenyeg, ami van, ez az a modulárium. Jó, hát párat tudunk csinálni, de kobalt az baromi ritka, ugye azért tudunk szitálnia, még várja még ez a machine frame, hát meg resztomból se állunk, jó. Oké, lehet, hogy a B-tervemet is elő kell szedni. Na, de mindegy, egyelőre itt van ő. Akkor tegyük ide, már itt aztán még se energia, meg semmi, lehet, hogy nem olyan jó ötlet, de mindegy, egyelőre tegyük ide. Pak, oké, nincsen blueprint. Jó, hát nincs, tudom. Hát de hogy csinálok blueprintet? Vagy lehet, hogy ez már az lenne? Tehát, hogy így ez alapján meg kéne tudnom csinálni. Mert végül is itt van, csak hogy... találtam, nézzetek egy ilyen izét, feladatos részt. És akkor modulár ingot. Kezdjük, de ilyenem már van. Ja, hogy nem vettem ki. Valószínű az volt a baj. Na mert hogy hát ha ez adja, vagy még egyre gondolok, de előbb itt van, nézd, kiveszem. Na, most megadod? Megadja. Jó. És akkor modulál controller, azt is mindjárt szétütöm. Kiütöttem, leszettem, na, add meg. Tararán. Ez kettő. Jó. Van más is. De még arra gondolok, mielőtt elkezdem megcsinálni, hogy nincs esetleg itt a rewardok között, hogy tudok venni. De nem, csak ilyen abilitéket tudok. Jó. Nincs sok elem ebben a modban. Gondolom ezeket most mind meg kell csinálnom. Csak hogy el fog fogyni ez a izém. Spécanyagom, meg hát a kobalttól egy kicsit félre. Nem tudom mennyi kobaltom van, mondjuk meg le kéne ellenőrizni. De lehet, hogy jön a B-terv. Mindegy, most megpróbálok csinálni egy stack-nyit, jó, ez még belefért. Már el tudom úgy írni, hogy ez ne tűnjön el, így, hogy kobalt. Csak 92 marad, gyerekek. Jó, még van ilyen órom, de hát... Ujjjj. A végére egy kicsit bedurult a helyzet. Most honnan veszek control circuitet? Ujjjjj. Pedig itt van a feladatok között. Jújjúj. Pedig muszáj ilyet csinálni. Muszáj. Metallurgic infuser kell. Végülis. Azért. Ó, nem olyan vészes ez. Bökjél már ide. Na hát akkor itt lesz egy metallurgic. Mennyire bonyolultabb az, hogyha én ezt factory-ba csinálom rögtön. Gondolom nagyon infuserből nincs factory. Ja, de van, csak ahhoz is kell már ilyen. Oké. Hát akkor téged innen kitélünk. Marad ez a sima infuser. Ide betesszük, hozunk egy-kettő cuccot. Adunk neki egy kis energy-t. Gyere, te ide, te oda mondom. Jó. Mit csináltam rosszul? LV wire connector. Side config. Oké. Auto eject. Nem. A tetejére. Input output energy. Ó. Most jó. Ja, mert hogy itt néztem, és nem itt. Na mindegy. Most van energia. Lehet, hogy én voltam a hülye. És akkor van redstone, meg azt hiszem, mi kellett még a osmium. Ja, itt van az, azt hiszem, hogyha a kompresszált redstone nyom az ember, akkor kevesebb redstone is elég. Ahhoz meg kell egy enrichment chamber, tehát most azt kihagyjuk. Csak simán osmium, meg redstone. Redstone, osmium. Hoppá, ez egy ideig el fog tartani. Nézzük, speed upgrade. Tudod, hogy olyan kell, amihez más gépek kellenek. Melyik is az? Itt a speed upgrade, aha. Enrichment alloy kell hozzá. Na, amihez... Végül is akkor csak annyit kell csinálnunk, hogy egy kis iron-t beteszünk az osmium helyett. Egy kis időre. Kivesszük őt, meg őt. És betesszük őt.
Hű, ez se gyors. Na, gyerünk. Oké. Szóval, akkor meg tudom csinálni az első speed upgrade-et. Hol is van? Már elment. Miért futott el ez a fura nyíl? Ő az... Jó. Ó, osmium dust. Hát, jó. Ahol van a szágmélem, azt nem hoztam be. Kihagytam. Miért hagytam én azt itt kint? Szerencsére ez már gyors. Hát nem is kell ennyit ledarálni, csak néhány kell. És akkor egy upgrade-et már tudok csinálni. És akkor ezt gyorsan itt be is tesszük. Hol tesszük be? Valahol itt. Ja, itt betöltjük. Úgy. Pak. Jó. És akkor még tudok csinálni pár upgrade-et. Ugye ezzel megnő a fogyasztása, de szerintem ez nekünk most nem nagy gond. Ú, betöltünk még. Gyerünk, nyomjad. Na most. Aha, alakul. Na, még töltünk bele. Valahogy írja a fogyasztást, várja. Nem. Azt hiszem valami 15-öt lehet, vagy nem is tudom mennyit. Szóval már nem tud eleget szedni. Tehát érdemes még nyomni bele ilyen efficiency upgrade-et is, mert hogy most már nem tud eleget fogni belőle. Tehát nem az a baj, hogy nincs elég energiánk, hanem hogy az átvitel ramadj. Ezért az energy upgrade-tel javítjunk a hatékonyságán, ugye? Ja nem, ezzel lehet, hogy csak a kapacitáson, az lehet. Pedig nincs más upgrade, tehát a mechanizmnél csak ezek vannak, a többi az már mindig hülyeség, tehát csak speed van, nincs efficiency upgrade, ami érdekes, de szerintem csak kikapcsolták ebben a módba. Viszont tudunk kiszedni egyet, meg még egyet. Aha, így már lépést tud tartani. Ja, de nekünk már meg ilyen kell. Jó, még 150, akkor még 15-öt ki tudsz szedni, de nekünk ez a 4 is elég, azt hiszem. Na, kivesszük. Jó, megvan. Oké. Hát 5 rakot érdemelnénk, de érdemes kivenni egyáltalán. Mik ez tiny ember? De nem emberezni akarok. Hát azt hittem, hogy valamelyikkel már elérjük azt, hogy adjon ne csak rakot, hanem ilyen izét. Tervrajzot, de nem. Hát akkor mi legyen a következő? Megpróbáljuk csinálni autószívet tervrajz nélkül. Úgy látom, hogy többféle lehetőség van input meg output tekintetében, gondolom attól lehet gyorsítani, lassítani, jó. Tehát egy machine controller azt tuti kell, aztán kell item output. Na nézzük meg. Aha, tehát van tiny, small és normal, meg aztán reinforced. Sú, nagyon durvák. Jó. Tehát ez is ilyen rekurzívos anyaszomorítás. Jó. Akkor shulker box. Hoppá. Jelen. Ja jó, oké, chest is jó. Oké, hát leprogramozom én ezt, ezen nem újjon, mert ez a rekurzív dolgokat mindig kiráz egy kicsit a hideg, mármint hogy miért ne csináljam automatizálva, egyszer van ilyenünk. De úgy látom, hogy ez csak egyre több és több moduláriumot használ, tehát hogy nem egy olyan nagy kunst, mármint hogy nem kell barom sok anyag hozzá, csak a modulárium drága. És az tényleg drága, mert kobaltunk nincs ennyi. Szóval lehet, hogy kezdünk valami nagyon picivel, aztán később kicseréljük. Mivel nem a tiny-val, de mondjuk small-al kezdünk, jó? És akkor csinálunk 2 ilyet, jaj, másik, meg ezek sincsek leprogramozva. Na, akkor még egyszer, 2 ilyen, jó, most már megcsináltam a programokat, tehát akkor lesz 2 small item output, jó. Nézzük tovább. Erre úgy kezdtem, hogy ide beírtam, hogy autószív, aztán nézzük, hogy mik kellenek. Na, hol vagy autó? Meg vagy szóval. 59 machine casing. Na jó, gyerekek, hogy itt buktunk el. 59 machine casing. Tehát van 1, jelen jó van 3, akkor kell 56. Nyugodtan csináltunk 60-at, mert hogy kell, és nincs elég moduláriumunk. Na jó, azt nem programoztam le, az igaz, de azt is tudom, hogy nem lesz elég. De nincs elég kobaltunk, tehát akkor még egyszer kell machine casingből egy 60 darab, akkor azt mondja, hogy hát 54 kobalt, összes kobaltunk el fog menni, de
Nincs mit tenni. Mennyi kobalt? Hát 41 marad. De nem szok, nincsen kobaltos csank. De úgy emlékeztem, hogy honnan van. Ja, hogy, ja igen, már emlékszem, hogy darálni kéne mizét. Crushed valamit. Hogy hívják ezt? Netherrack-et. Azt kéne darálni. Tudunk csinálni? Awkward Planks miatt nem tudunk Solar Panel csinálni, meg Lowstone miatt, na már ilyen. Na, betettem a hiányzó láncszemeket, szóval csinálunk egy ilyet. Jó, ez csak kezd el. Na, de mit akarok csinálni? Mert lehet, hogy ez megint elhúzódik ez a rész, de szeretnék csinálni egy buildert. És a builder az egy pretty olcsó dolog. Látjuk, egy kis brick. Ez a machine... Ujjjj. Mi volt ez itt? Akkor ez így nem fog összejönni. Ugye, és ezzel akartam kverizni. Egy kis kobaltot, de jó, okosak. Szóval nem pretty olcsó. Pretty nagyon drága. Dimension Builderhez is kell lesz. Tehát még ilyen kobalt dimenziót se tudunk csinálni. Jó van. Na, akkor megyünk kobaltért a Netherbe. De előtte miért hozok én Pink Slime-ot? És felturbózzuk. Ez a kalapács, jó, mondjuk, hogyha nem lenne törött, ez egyből nem tudjuk kijavítani, várjál, akkor kell egy kis ilyen szépség. Na, szóval most kijavítjuk. Tehát ennek nem az XP érdekel, durability 301. Viszont, hogyha kap egy erősebb izét, ilyen erősebb izét, értitek, akkor nézzük csak. 4629. Ez a pink slime ereje, gyerekek. Pink slime. Ez kell mindenkinek, pink slime-ot. Még van egy módosítom, de nem tudom, hogy mit akarnék. Nagyon megmondom, nem kell semmi, csak ha lenne olyan, de nem hiszem, hogy van. Tehát olyan módosítót keresnék, de nem hiszem, hogy van. Sem fogok jól. Tehát ami rögtön összetöri, és akkor nem kéne hamerezni, az mekkora lenne. Mert hogy ugye, nézzük, tehát a kobalthoz, hogy csináljak, ilyet tudok csinálni, az crush netherrackkel, azt meg hamerezni kell, és gondoltam, milyen jó lenne, hogyha ez meg... Várja, van szegmilünk. Figyeld, ez jó. Azért viszünk egy rád lélezőt. Jó. Feltöltjük a készleteinket. Ezt nagyon nem kell, hanem őt kellene. De ezt meg kint jobb, mindegy, ennyire elég lesz. És van tárolónk, van mindenünk, elméletileg átugorhatunk pikpak a Netherbe. Lehet, hogy a jetpack helyett inkább a armor kellene. Ez a salamander, ez nekem jön, vagy csak? Szóval furán megy. Nem tudom. Nem akarom bántani, olyan helyes. Bár beleesik a eső a szájába, de mindegy, szegényként. Akkor üssünk ki néhány netherrack-et. Igen, ez a... Hogyha a... Ugye slime-os a... Hoppa! Tehát, hogyha slime-os ez a dolog, akkor az... Ez a nyíl, akkor dobál slime-okat. Egy kicsit túlra figyeld. Együttés. Most még mindig. Ez igen. Olyan tudja, hogy van valahol, hogy kompresszál. Na. Viszont hamar bejön a izé pink, 25 pink slime. Tehát amennyibe került ez a bot, az hamar behozza az árát. Úgy tök jó, és akkor ilyeneket is kéne vinni, meg hát kobaltot. Végülis azért is jöttünk. De még nem lett teljesen tönkremenve. Azért nézem, hogy hűt, ja. Jó sok élező kell, mire visszahozza, de nagyon megéri, nagyon. Na, valami elkezdett csapkodni, csak nem értem mi. Kaján van? Ajaj. Elfogyott a kajám. Meg fog halni. Jöjj. Hát igen, ez sejtettem volna, hogy ez lesz. Futás. Az ember megszokja a jót. Ugye, hogy ezt a jó kis kajacuc folyamatosan eteti, aztán ez van. Gyorsan egy kis
sült almát gyorsan, ó, mindjárt meghalok, vagy bármit, nem is kell, hogy sült legyen, csak egy almát, gyere. Nem tudom bevenni, mert tele vagyok. Na, gyorsan, ez nem érdekes, mindent eldobok, csak... Oh, ez az, ez az. Hú, ez durva volt. Na, pakoljuk le, amit le kell pakolni, aztán nézzünk gyorsan valami kukt almát. Hú, ez felpuppálja gyorsan, aztán megyünk kajáért. Szépen itt a mobfarnál megy ez a etető, előbb ki kell venni. Üde. Ja, hát erre gondoltam volna. 16 ezer, ez egy időben el fog itt elni, mire megtelik. Csirke. Hello. Persze, üssé meg, ja. Aztán legyél rögtön gonosz csirke, gondoltam. Meg kell nézem valami másik ilyen töltőt, mert hogy ez így mindig így nyomogatni kell, hogy így nem, értitek, csak ha ez így leviszi nullára, tehát nem vár, míg folyamatosan tölt, ez egy kicsit zavaró. Na, fel vagyunk töltve, jó van. Hú, ez kemény volt. Hát akkor még a másik feladat, hogy ezt a sok mindent, amit hoztunk, ezt szépen betenni a rendszerbe. Szóval most 11 ezer nedőreke van, még nem néztem meg előtte mennyi volt, de akkor nézzünk néhány double, hoppa, szóval double compressed, jó, és akkor betoljuk egy ilyen benne. Ugye főleg ez a dark steel miatt, ez elég gyors. Hoppá, na ez így jó, viszont, ez biztos, hogy kell alá egy tároló, egy... Ugye a crate az elég jó, meg egy kicsi is elég lesz, legyen fölött és egy tároló, és maradjunk a transposernél, ez a item transposer, ez a translokátor, bocsánat, ez nekem nagyon tetszik. És annyi, hogy vigyük be, mégis csak nem, ott vannak a gépek, aztán valahogy mondjuk akár ide is letehetjük ennek a helyére. Mondjuk ide mehet az eredmény, akkor ez lesz a gép maga, és ide tesszük ezt. Nem így gondoltam, hanem de gyorsan kiütötte, nagyon jó. Tehát, hogyha így betesszük, akkor lehet azt mondani, hogy onnan ez lemegy, innen ez belemegy. Oké, már csak az energiát kell megoldani, de most így elfoglaltunk pár helyet. De ezt ide letesszük, még hogyha nem is a legszebb, de talán működik. És akkor a gépnél magánál meg, várjál, nem, itt a confignál beállítjuk, hogy ez itt a push, ez meg itt a pull. Jó, azt úgy elkezdi nyomni, ezt meg elkezdi úgy ledobálni, szuper. És akkor itt tolhatjuk bele a double compressed, és akkor itt szépen megy lefele. Ilyen dark steel grill bal, vagy mi ez, azt is rakunk bele. Igazából erre lehet egy programot is írni, mert amúgy már nem egy nagy kunst. Megírtam a programot, de készet csinálom. Jó, mindegy. És akkor jó sokáig eltart, és gyorsabb tőle, meg szebb, meg mindet, amely mi. Jó. Akkor itt is van. Hát, átkábelezzük, amúgy át tudnánk kábelezni, nagyon akarnánk, de szerintem marad az, hogy kézzel átvisszük a találóba. Jó, hol vagyok? Nem találom az ajtót. Szerintem én ezt meg fogom csinálni ezzel a kábellel, de nem most. Most még átviszem kézzel, aztán ennyi volt a mai rész. Hát ennyit itt le fog darálgatni. Ja, hát most másik hirtelen nem jut eszembe. Amit viszont megnézünk még a rész vége előtt, hogy befette, nézzétek, befette szépen, tehát termeljük az eszenciákat, de végtelen, hát nem is végtelen, de baromi sok anyagunk van, 20 stack, 17 stack, tehát clayből sok-sok száz, vagy sok ezer, sőt biztos vagyok, valahogy csak 10 000 clayünk lesz, ami jó. Obsidianból ilyen kevés lenne, csak 18 ezer. Az ugye itt készül folyamatosan, és ja, hát ez még nincs összekötve kábellel, mert hogy itt a világ végén van.
át kéne cipelni oda, de annyira nem vészes igazából, csak néha kell, és így is van annyi obszidián, 19 ezer, tehát ami bőven sok. Kép dolgozik, alkotó pihen. Örülök, hogy velem tartottál. Nyomj egy lájkot, ha tetszett a rész, vagy írd a kérdésedet, véleményedet, hozzászólásodat. Találkozunk legközelebb addig is. Sziasztok! Elfáradtam. Most rövid leszek. Csá!